Ez az archív felvétel Versailles-ban készült 1920-ban. A fehér szakállas férfi grúp Aponyi Albert a magyar küldöttség vezetője, aki hiába mondta el három nyelven álláspontját, nem hallgatták meg. Ez pedig az úgynevezett vörös térkép. Ezt vitte magával a későbbi miniszterelnök Teleki Pál. Vörössel jelezte, hogy hol élnek magyarok a Kárpát-medencében. Ez sem érdekelte a győztes hatalmakat. 1920. június 4-én a történelmi Magyarország területének kétharmadát, lakosságának felét elvesztette. Tisztán látom azokat a veszélyeket, amelyek a béke aláírásának megtagadásából származnak. Erre emlékeztek az évforduló előtt egy nappal Nyíregyházán. Nem a bukás a végzet, hanem a lemondás, mondta az ünnepségen Kozma Péter megyei kormány megbízott. Aponyi Albert ekkor azt mondta, a történelmi Magyarország tehát Európában egyedülálló természetes földrajzi és gazdasági egységgel rendelkezik. Területén sehol nem húzhatók természetes határok, és egyetlen részét sem lehet elszakítani anélkül, hogy a többiek ezt meg ne szenvedjék. Helyese öngyilkosnak lenni csak azért, hogy elkerüljük a gyilkosságot. Ezzel a gondolattal kezdődött a Kossuthos Diákok műsora. Június 4-e hasonlóan fontos dátum a magyarok életében, mint március 15 és október 23, azonban nem lemondóan és sajnálkozva kell ezekre az eseményekre emlékezni, fogalmazott Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke. A trianoni csonkítás nem ért véget az okmány aláírásával és végrehajtásával, következményeiben máig hat. 1920. június 4-ét követően a mai napig számos alkalommal írták és írják újra és újra a lelki trianont, a nemzeti széthúzás, megosztás és kishitűség, a merjünk kicsik lenni mesterei. Azok, akik a 2004-es szégyenteljes népszavazási kampányban a lelki trianon mellett kampányoltak. Kettős állampolgárságot azóta már 1 millióan igényeltek, tette hozzá az elnök. A megemlékezésen Nyíregyháza alpolgármestere Úrik Attila kiemelte, az elszakított területekkel egyre széleskörűbb oktatási és gazdasági kapcsolatot épített ki már a Magyarország. Június 4-én a közel 15 milliós magyar nemzet összetartozását ünnepeljük. A megye és a városvezetés végül közös koszorút helyezett el a megyeháza falán.